A megyei főügyészség és járási ügyészségek egyetlen dolgozója sem kapta el a koronavírus tavaly a járvány első hullámában. Köszönhető ez a bevezetett speciális munkavégzési szabályoknak. A pandémia miatt egyetlen nyomozás sem állt le, mindenhol folyamatos volt az ügyek feldolgozása. A 35 perc mai adásából az is kiderül, hogy mennyi bűncselekményt követtek el a megyében, és mennyire voltak eredményesek a vádemelések az elmúlt évben. Köszöntöm Önöket, érkezzenek további témáink. Digitális módszertani megújulás, két nyíregyházi iskolában is fejlődött az infrastruktúra. Madárinfluenza néhány megyében megjelent a betegség. Törvényes és szakszerű munka eredményes éven zárt tavaly a megyei főügyészség. Fejlesztették a pedagógusok kompetenciáját és módszertani kultúráját, valamint digitális tananyag fejlesztésre is sor került a nyíregyházi evangélikus oktatási intézményekben. Mindezt egy pályázat tette lehetővé. A témával kapcsolatban pedig vendégünk a stúdióban Babisz Gyöngyi, a nyíregyházi evangélikus Kossuth Lajos gimnázium igazgatója, illetve Kocsisné Sárosi Emőke, a Túróczi Zoltán evangélikus általános iskola igazgatója. Kezdjük csókolom Önöket. Köszöntöm Önöket. Na hát akkor nézzük elsőként, ugye ezeknek a pályázatoknak, ennek a pályázatnak voltak bizony előzményei. Melyek voltak ezek? 2018-ban jelent meg a pályázat, tulajdonképpen a Magyarország kormányának a felhívására, Digitális környezet a köznevelésben címmel. Én magam egy szakértői konferencián találkoztam ezzel a pályázati felhívással. Ennek a pályázatnak feltétele volt, hogy konzorciumban lehetett pályázni, különböző kritériumoknak kellett megfelelni. Ott azon a szakértői konferencián, miután megismertem ezeket a feltételeket, gondoltam úgy, hogy ötlettel keressem meg a saját fenntartómat, a Nyíregyházi Evangélikus Egyház községet, illetve fordultam testvérintézményünkhöz, a Kossuth Lajos Evangélikus Gimnáziumhoz, akik a Magyarországi Evangélikus Egyház fenntartásában működnek, hisz feltétel volt, hogy legalább egy gimnázium benne legyen ebben a pályázatban. Három intézmény, ebből két általános iskola és egy gimnázium, minimum 800 tanuló bevonásával. Külön-külön fenntartóhoz tartozik a mi iskolánk is, illetve a Kossuth gimnázium, illetve a harmadik intézmény, egy kicsi intézmény, a dél-balatoni Gárdonyi Géza általános iskola, és az ő saját fenntartójuk volt a harmadik konzorciumi partner. Mindhárom fenntartó rábólintott erre a pályázatra, lehetőséget láttak abban, hogy itt az iskolák IKT infrastruktúrája megújuljon, új eszközöket szerezenek be, illetve a pedagógusok különböző IKT és digitális továbbképzéseken új IKT ismeretekre tegyenek szert. Tehát, bocsánat, mit jelent ez a kifejezés, hogy IKT? Infokommunikációs technológiát jelent tulajdonképpen, széles a spektrum, ami ide beletartozik, eszközöktől, digitális programcsomagoktól kezdve egészen a tovább képzésekig minden belefér, tehát egy összefoglaló átfogó név tulajdonképpen. Ez azért, ha jól tudom, nem volt olyan nagy újdonság a Kossuth Giminek, hiszen a Kossuth Gimi már a digitalizációnak amúgy is hát egy jó fokán állt, mondhatjuk. Miről szólt a pályázat? Igen, valóban nem volt számunkra teljesen új, de örültünk annak, hogy másik két intézménynek a segítségére lehetünk, másrészt pedig természetesen lehetőséget adott a mi eddigi infrastruktúránk, illetve a pedagógusok digitális tudásának a fejlesztésére, tökéletesítésére, úgyhogy mindenféleképpen jól jött, hiszen mi ennek köszönhetően tudtuk a természettudományos laborjainkat teljes mértékben a legmodernabb technikával, eszközökkel felszerelni, úgyhogy örültünk mi is ennek a pályázati lehetőségnek. Ahhoz, hogy pedig digitálisan képzettek legyenek a tanárok, nem árt, ha van digitális eszköz. Önöknél például miről szólt ez a beruházás? Mivel gazdagodott az intézmény? A programcsomagokhoz kellett tulajdonképpen eszközöket beszerezni. Mi a Learning Apps vagy Tankocka programcsomagot választottuk, illetve a kisebb tanulók részére a Sakpalota programot. Nyilván ehhez jó színvonalas, megfelelő eszközök, digitális eszközök szükségesek.
Az eszközpark pedig digitális táblákkal bővültek, tanári laptopokkal, tanulói tabletekkel és laptopokkal, nem is kevés számban, 32 darab tanulói laptopot tudtunk beszerezni, érintőképernyős digitális táblát, illetve a programban résztvevő pedagógusok számára is tudtunk tableteket és laptopokat vásárolni. Nyilván ez egy közbeszerzési folyamat kapcsán került az intézményekhez, különböző igényekkel léptek be a programba az intézmények, a gimnázium, vagy a kis Szőrös-Györöki általános iskola is, mi is. Ezeknek az eszközöknek a felhasználásával pedig azokat a választott módszertani csomagokat kellett megvalósítani, kipróbálni, begyakorolni, ami szintén a pályázat része volt, feltételek közé tartozott, hogy program csomaggal kell indulni a pályázat megvalósítása kapcsán. Segítsenek akkor, hogy hogyan kell elképzelni egy átlagos órát, mint egy általános iskolában, akkor ennek megfelelően, mint pedig egy gimnáziumban. Van egyébként különbség, ha bevonjuk a digitális eszközöket e tekintetben? Hát talán abban a tekintetben van csak különbség, hogy az általános iskolában ebben a tanévben jelenléti oktatás van az egész tanév során, nálunk pedig digitális tantermen kívüli oktatás, tehát nekünk most ezeket az új módszereket, illetve az eszközeinket erre kell felhasználni, hogy a távoktatásban digitális eszközökkel tudjuk ezt megvalósítani. Tudnak benne segíteni akkor? Igen, igen, természetesen tudnak benne segíteni, azt azért el tudom mondani, hogy tudtunk a diákok otthoni használatára tableteket biztosítani, ami lehetővé tette azt, hogy ők követni tudják ezeket a tanórákat. A gimnáziumban órarend szerinti órákat tartunk a Google Classroom Meet programjának a segítségével, tulajdonképpen közvetlen kapcsolat, élő órákat tudunk tartani, természetesen ehhez a kollégáknak laptopot kell használni, nem gyakran laptop és tablet összekapcsolásával, meg a képernyő megosztás segítségével tartjuk az órákat, ehhez használhatunk kamerákat, amelyek dokumentumkamerákat, amelyek a tanárok által helyben azonnal végzett rajzokat vagy vázlatokat tudunk megjeleníteni a képernyőn, illetve a Jamboard program segítségével szintén lehet ezt úgy nevezik, hogy fehér tábla segítségével folyik az oktatás a diákok számára. Igen, ebben nagy segítségünkre volt mindez, és tulajdonképpen így az online térben meg tudjuk valósítani a kollaborációt. akár kis csoportos formában, akár teljes osztállyal, sőt, arra is lehetőségünk van, hogy az online térben csoportmunkát alkalmazzunk, a Meet erre lehetőséget biztosít, hogy több csatornát működtessen egyszer egy tanár, és ezeket használják. No, és önöknél pedig ott vannak, hála Istennek, a diákok. Ott vannak az eszközök, és szinte szakértő módon kezelik a gyerekek a tanulói laptopokat és tableteket is. A mi gyerekeink alsó tagozatban is és felső tagozatban is a tankocka programcsomaggal haladnak, gyakorolnak. Ez úgy működik, hogy tulajdonképpen a szakmai megvalósítók, akik a gyerekek tanítónéniei, illetve tanárai, meghívják a gyerekeket a Learning Apps alkalmazásba, és ezen keresztül különböző feladatokat, feladattípusokat válogatva gyakorolnak, sajátítanak el akár ismereteket is. A gyerekek maguk is létrehozhatnak tankockát, több ezres az az aktivitás, amit ezek a pedagógus kollégák kimutattak, hisz a folyamatban benne van az is, hogy időszakonként értékeljük, figyeljük, mérjük a gyerekek aktivitását a programban való haladás kapcsán. A sakkpalota pedig kifejezetten leírta maga a program, hogy milyen eszközt kell biztosítani a gyermekek számára, ezek érintő képernyős tabletek, és a sakkpalota program fut rajta, csoportbontásban alkalmazzuk, hiszen bizonyos számú eszközt tudtunk beszerezni, éppen ezért fontos volt, hogy minél több gyereket bevonjunk, de csoportbontást alkalmazzunk. Na és szó van, bocsánat, tananyagfejlesztésről is. Ugye, tehát itt ezt úgy kell elképzelni, hogy bevonták a tanárokat egy-egy tananyag fejlesztésébe, amit majd későbbiekben közkincsé tesznek más tanárok számára? Igen, gyakorlatilag erről van szó, természetesen, amikor pályáztunk, akkor megvalósító, szakmai megvalósító kollégák bevonásáról volt szó. Mindkét intézményben 6-6 ilyen kollega volt,
A gimnáziumok geomatek, látható a matematika, és geomatek a természettudományban című digitális programot, módszert sajátították el először a kollégák, és nekik amellett, hogy ők ezt alkalmazzák a tanórákon, az is feladatuk volt, hogy a Nemzeti Köznevelési Portálra évenként 10-10 óravázlatot, óratervet, egy-egy résztervet, illetve tanmenet, kidolgozott tanmenetet feltöltsenek, és ezt el is végezték, úgyhogy a három intézményből több mint 450 ilyen tananyag került fel a Nemzeti Köznevelési Portálra. Nekünk nagyon jó szolgálatot tett a geomatek program, nem csak a matematika órákon, de a természettudományos oktatásához is, természettudományok oktatásában is nagyon jól tudják ezt a programot használni a kollégák. Most itt a digitális oktatásban azért is volt külön jelentősége, mert kvázi kísérleteket lehetett szimulálni ennek az alkalmazásnak, ennek a szoftvernek a segítségével, amit hát nagyon ügyesen végeztek a kollégáink. No, még azért a diákokról ejtsünk néhány szót, hogy a diákok hogyan értékelik ezt, mennyire élvezik ezt a digitális tananyagot, vagy a digitális eszközökkel való digitális oktatást. Az első visszajelzések már a kezdetekkor azt mutatták, hogy nagyon élvezik a gyerekek, nagyon hamar ráéreznek. Egyébként jártasak az okostelefonok használatában, és jártasak ők a digitális világban, de az, hogy okosan, etikusan, jól felhasználni ezeket a lehetőségeket, ebben a programcsomagban megtanulták, megtanulhatták, és nyilván ennek, miután a digitális térben vannak a gyerekek és a pedagógusok is, a szülők is bevonódnak, ezáltal tájékoztatást kapnak, és lehetőségünk van fölhívni egyébként az internet veszélyeire is a figyelmet, ezzel kapcsolatos tájékoztatást is kapnak a tanulók, vagy kaptak a tanulók. Tehát nagyon örülnek, nagyon élvezik, nagyon várják ezeket az órákat. A szakmai megvalósítók pedig bizonyos óraszámban, nem is kevés óraszámban, hanem a saját tantárgyuk óraszámának legalább 40%-ában kell, hogy digitális módszertannal támogatott tanórákat szervezzenek, tervezzenek és valósítsanak meg. Ezt pedig nap mint nap nyomon követhetővé is kell tenni, tehát az elektronikus naplóba pontosan nyomon lehet követni, hogy ki hány ilyen digitális módszertannal támogatott órát tartott meg. Köszönjük és a bemutató szépen. Órák pedig felüdítői ezeknek a közös workshopoknak, belső továbbképzéseknek, amikor a gyerekeket látjuk valóságban is, hogy hogyan és milyen ügyesen alkalmazzák ezeket az eszközöket. Köszönjük szépen, hogy itt voltak. Köszönjük, köszönjük szépen. Idén sem kerülhetik el a baromfi tenyésztők a madárinfluenzát. Még országos járvány nincs, de néhány megyében már megjelent a betegség. Az országos főállatorvos televíziónak úgy nyilatkozott, csak szigorú higiéniai szabályok betartásával akadályozható meg a tömeges fertőzés. Azok a termelők pedig, akik megszegik az előírásokat, milliós bírságra számíthatnak. Ugye a madárinfluenza megjelenése miatt fokozott ellenőrzés hirdetett a NÉBIH. Az első kérdésem az lenne, hogy hogyan ellenőrzik, illetve mit ellenőriznek az állattartó telepeken? A magas patogenitású madárinfluenza Magyarországon januárban jelent meg ismét a tavalyi évi nagy járványt követően. A védekezés alapja pedig a járványvédelem. Ez a feladat az állattartókat tereli. Az ő felelősségük, hogy megakadályozzák a vadmadarak és a házi baromfék közvetett, illetve közvetlen kapcsolatát. Ezt úgy lehet megtenni, hogyha betartják azokat az alapvető állategészségügyi szabályokat, amelyeket vagy rendelet, vagy útmutatók szabályoznak. A Baromfi Terméktanáccsal közösen kidolgoztunk egy minimum követelményt az állattartó telepeknek a működésére. Ezeket a minimum követelményeket ellenőrzi a NÉBIH, illetve a kormányhivatalok állategészségügyi szakemberei. Ebben az ellenőrzésben minden eszközt természetesen felhasználunk, amely jogilag lehetséges, így a helyszíni ellenőrzés, dokumentum ellenőrzés, de akár a drónos ellenőrzés is szóba kerül. Általában az állattartó telepek esetében is elmondható, hogy Magyarországon betartják az alapvető állategészségügyi szabályokat, de mindig vannak olyanok, akik vagy információhiányból, vagy szándékosan, vagy vétlenül, de megszegik ezeket a szabályokat. A mostani járványkitörés, madárinfluenza járványkitöréssel kapcsolatban is öt telepet is felderített.
lehetünk, ahol nem tartották be az alapvető járványvédelmi szabályokat, sőt, adott esetben szándékosan megsértették a járványvédelmi intézkedéseket. Ezek ellen a szándékos cselekmények ellen a legszigorúbban lépett és lép fel a jövőben is a NÉBIK, illetve az állategészségügyi hatóság. A 2020-as madárinfluenza járvány közvetlen károsszege 20 milliárd forint körül alakult, de a közvetett károkat ma sem tudjuk pontosan. A szakértők szerint megközelíti a gazdák kártalanítására fordított összeget. A Mastergood Kft. Ügyvezetőjét is megkérdeztük, ő úgy nyilatkozott, Szabolcs megye szerencsére nem tartozik a fokozottan járványveszélynek kitett desztinációk közé. Én azt gondolom, hogy ez a észak-kelet magyarországi terület, hát ha nem is a Békeszigete, de azért nem a fokozottan járványveszélyes megyék közé tartozik, hiszen itt oldalról, sőt talán a harmadik, a szlovák oldalt is, az ukrán és a román mellé sorolhatom, tehát három oldalról viszonylag csekély a személy és a teherjármű forgalom. A legnagyobb veszélyt a madárinfluenza vírus terjesztésében egyébként többnyire a vadmadarakat sorolják az első helyre, de én rögtön utána magát az ember által üzemeltetett rendszereket és a rendszerekben rejlő problémákat sorolnám ide. Tehát egyrészt van egy ilyen szerencsés desztinációnk. Másik dolog, ebben a megyében viszonylag kevés az a vízibaromfi tartás, nevelés, amit szabadtartásba csinálnak, és az itt felnevelt baromfi állományok 95%-a csirke. Márpedig a csirke, és ezek közül is elsősorban az ipari csirke, teljesen zárt tartásban működik, ami azt jelenti, hogy az istállók előtt beléptető rendszer van. A komolyabb integrációknál, a komolyabb vállalkozásoknál olyan fekete-fehér rendszerű öltöző van megépítve és használatban, és ez nagyon fontos, amely kizárja a vírusnak a behúzolását. Természetesen egy percig nem lehetünk nyugodtak, mert ez nem egy szerzett jog, hanem ez egy olyan lehetőség, amit ha folyamatosan és nagyon szigorúan rendszer szinten működtetünk, akkor megvan az esélye arra, hogy bennünket a nagy madárinfluenza járvány elkerülhet. Az országos járványt egyelőre sikerült megakadályozni. A NÉBIK munkatársai minden rendelkezésükre álló eszközt bevetnek a cél érdekében. Ilyenek az átfogó ellenőrzések, amelyek jól szervezett, összehangolt tevékenységek, a nem megfelelő időben hozott intézkedések ugyanakkor milliárdos gazdasági károkat okozhatnak. Nagyon nehéz szemszerűsíteni, de azt gondolom, hogy itt nem is a költség az érdekes, hanem a haszon. Amennyiben sikerül megakadályozni a madárinfluenza terjedését egy állományok között, akkor több milliárd forintnyi kártól lehet megszabadulni, azaz több milliárd forintnyi hasznot hoz egy-egy ilyen ellenőrzés. Nyilván ezeket az ellenőrzéseket egyébként a kormányhivatalok, illetve a NÉBIK szakértői amúgy is elvégzik, lehet, hogy kisebb számban, kevésbé fókuszáltan. Most azt tettük meg, hogy az ellenőrzési kapacitásainkat főleg erre a területre, erre a kérdésre irányítottuk át, hogy felhívjuk a figyelmét az állattartóknak, hogy nagyon komoly következményei vannak, hogyha nem tartják be a szabályokat, nem a hatósági fenyegetettség miatt, hanem a gazdasági károk miatt. A védekezés és az országos járvány elkerülése tehát javarészt a gazdákon múlik. A modern kor eszközeinek köszönhetően az elmúlt évtizedekben ez is sokat változott, és már napokkal korábban látható, ha egy-egy állomány a betegség első jeleit mutatja. A legfontosabb a telepek zártsága, és a telep zártsága a telep kerítés vonalában történik. A kerítés vonalában nem csak beléptető rendszert kell működtetni, hanem olyan, főleg a járművek tisztítását, mosását, fertőtlenítését szolgáló eszközöket is, amivel a telepre belépő jár, ami ki tudja hol és merre járt a megye, vagy az ország egyéb pontjain, belépve a zárt baromfi tartó telepre kap egy komoly fertőtlenítést. A másik ilyen higiéniai kapu, mert mi úgy hívjuk, hogy három pontos higiéniai rendszert kell működtetni, az a szociális épület, ahol a napi gondozói munkát végző munkatársaink jönnek ki és be, itt pedig
a mi esetünkben, a Baromfikó Kft. Esetében nem csak egyszerűen kezet és láb neműt tisztítunk, fertőtlenítünk, hanem teljes átöltözés, bezuhanyzás van, és a telepen munkát végző dolgozók még a tiszta coklit és fehér neműt és a munkaruházatot is bent, minden nap tisztára mosva, bent a telepi szociális épületbe kapják meg. Ebből az következik, hogy minden telepen van önálló mosószárító helységek és berendezések, hogy ezt tudjuk is biztosítani. A harmadik higiéniai kapu pedig nem máshol, mint az old bejáratán van, ahol szintén lábbelit cserél a bent munkát végző gondozó, kezet most kézfertőtlenítést végez, és úgy megy be az istálóba. A világon nálunk van az első úgynevezett legmodernebb Baromfi istáló típus, a zászlós hajó, vagy flagship van istáló típus. Ez azért kapta ezt a megtisztelő rangot, mert az egymás mellett sorakozó Baromfi nevelő épületeket egy zárt higiéniai folyosó köti össze, tehát az a munkatársunk, aki reggel 7-kor munkába áll, és az előbb említett módon átöltözik, megfürdik új munkaruhába, elindul a Baromfi állományok ellenőrzésére, az nem lép ki a szabad levegőre, tehát egy zárt olyan rendszert működtetünk, ami, ha lehet ilyet mondani, 99,9%-ra csökkenti a idegen anyag, többek között a idegen vírus, a madárinfluenza vírus behurcolásának az esélyét. Az igazi háború, hogy is fogalmazhatnék másként, a vírusok ellen, az a Baromfi telepeken történik, és bizony, amikor egy állomány esetleg megbetegszik, és nem csak a madár influenza vírusára kell gondolni, hanem egyéb állatbetegségekre is, annak vannak előjelei. Nem véletlen az, hogy nálunk minden Baromfi istálónak a vízóráját úgynevezett digitális vízórává cseréltük, ami napi szinten mutatja az állományok vízfogyasztását, és ez nincs másként az állatok esetében sem, mint az embernél, hogy amelyik állománynál jelentkeznek a betegség tünetei, 2-3 nappal előtte megnövekszik a vízfogyasztása, és bizony ez már egy intőjel arra, hogy fokozott járványveszélyben a legapróbb részletekre is vigyázzunk. De a legjobb gyógymód a Baromfi betegségekre, hangsúlyozom, a megelőzés. Mi erre fordítjuk a legtöbb időt. Szerencsére egy évvel ezelőtt ezt a kormányzat is felismerte, milyen fontos a megelőzés, és külön támogatási pályázatot írtak ki az állattartók, gazdaságok részére, nem csak a Baromfi, a sertés, a szarvasmarha, stb., hogy a megelőzés segítő járványvédelmi eszközöket pótolják, újítsák meg, vagy adott esetben vásároljanak új betegséget, ilyen például magas nyomású mosó és fertőtlenítő berendezések, körképző berendezések, amelyel szintén benne a légtérben lehet steril levegőt biztosítani az állományoknak, és még sorolhatnánk sok hasznos dolgot, tehát az igazi gondos gazda az nem gyógyszerre költi a pénzt, hanem megelőzésre. Hazánkban, ha egy telepen felüti a fejét akár a madárinfluenza, a rendszernek köszönhetően szinte azonnal értesülnek róla a gazdák. A gazdasági kár pár milliós nagyságrendű egy kisebb telep esetében, ahol az állomány darab száma 5-10 ezer között mozog. A kisvárdai cég esetében egy ilyen káresemény ugyanakkor a 200 millió forintot is elérheti. A pandémiás helyzetben is törvényesen és eredményesen végezte munkáját tavaly a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei főügyészség. A járvány miatt egyetlen nyomozás sem állt le. Folyamatos volt az ügyek feldolgozása minden ügyészségen. A megyében több mint 10 000 bűncselekményt követtek el a statisztika szerint, ami ugyan növekedés mutat az előző évihez képest, de nem nevezhető kiugró számnak. A témával kapcsolatban pedig vendég a stúdióban dr. Szilágyi László, a megyei főügyészség szóvivője. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Üdvözlöm! Beszéljünk akkor az eredményességről. Mi nevezhető egyáltalán eredményesnek, hogyha a 2020-as esztendőt értékeljük?
Az ügyészség munkája kapcsán leggyakrabban a váderedményesség kifejezés hangzik el, ügyészségen belül is, az újságírók is általában erre kíváncsiak. A váderedményesség azt jelenti, hogy a megvádolt személyeknek hány százalékát ítéli el a bíróság, állapítja meg a bűnösségét. Ez Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az elmúlt évben több mint 99% volt, tehát azt jelenti, hogy 100 megvádolt vádlottból 99-et a bíróság el is ítél. És ehhez még hozzátesszük azt, hogy az ügyészség által indítványozott büntetést szabta ki a bíróság az ügyek 85%-ában, akkor ez egy igazán jó szám az ügyészségre nézve. A 2020-as esztendőt hát természetesen a pandémia jellemezte, ez mennyiben befolyásolta az önök munkáját, mennyiben hátráltatta az önök munkáját? Ha jól tudom, azért volt egy, vagy van egy olyan intézmény, amelyet már korábban bevezettek, ez pedig a távmeghallgatás intézménye, ez most különösképpen jól jött, így ugye? Van. A távmeghallgatást a 2018 július 1 napján hatályba lépett új büntetőeljárási törvény széles körben alkalmazhatóvá tette. Nyilván a pandémia előtt is lehetett ezt már alkalmazni, de a bíróságok nem igazán éltek vele. A pandémia viszont kikényszerítette ennek alkalmazását. Most már a tárgyalások legtöbbje távmeghallgatás útján történik. Azaz a vádlott, amennyiben letartóztatásban van, vagy éppen büntetését tölti, akkor nem jelenik meg a bíróságon, hanem a büntetés végrehajtás intézetből interneten keresztül egy videó kapcsolat létesül, és kivetítőkön követi a tárgyalás menetét. A tárgyalóteremben a bíró és az ügyész vesz részt, esetleg még az ügyvéd, de az ügyvédnek lehetősége van arra, hogy a vádlott mellett tartózkodjon a büntetés végrehajtás intézetben. A rendőrség egyébként a nyomozás során is alkalmazza ezt, ott sem állítják elő lépten nyomon a vádlottakat, egyszerűen egy ilyen távmeghallgatás keretében hallgatják ki őket. Nem lassultak a vádemelési eljárások ennek függvényében? A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei főügyészségnek egyik nagy erénye az, és országosan elismert erénye, hogy rendkívül gyorsan fejezzük be az ügyeket. A törvény 30 napot ad arra, hogy egy vádiratot elkészítsen az ügyész, átnézzen egy nyomozati anyagot. Ezt az ügyek több mint 99%-ában sikerült is betartani, tehát rendkívül gyorsan, időszerűen dolgozik az ügyészség. Minek köszönhető mindez? Így van, ez egy hagyománya a mi megyénknek, tehát az ügyészi hozzáállás is ezt erősíti. Másrészt a törvény, amit a pandémia idejére fogadtak el, a büntetőeljárási törvény szabályait kicsi fellazította, megváltoztatta éppen a megváltozott körülményekre tekintettel, így nagyon sok vádat úgynevezett tárgyalás mellőzéses eljárásban nyújtanak be az ügyészek. Ez azt jelenti, hogy a nyomozást lefolytatta a rendőrség, az ügyész megírta a vádat, és hogyha a bűncselekményért, az adott bűncselekményért 2-8 évig terjedő szabadságvesztés szabható ki, tehát maximum 8 évet lehet érte kapni, akkor az ügyész írhat olyan vádat, amiben azt indítványozza, hogy ne kelljen megjelennie senkinek a tárgyaláson, hanem a bíró az iratok alapján hozza meg a döntését. Ez az úgynevezett büntető végzés, vagy büntető parancs. Amennyiben ez megszületett, az nem azt jelenti, hogy valakit is a bizonyítékok értékelése nélkül a jogait csorbítva ítélnének el, hanem ez ellen érhet jogorvoslattal a vádot, kérheti tárgyalás tartását. És akkor a bíró kitűzi a tárgyalást, és letárgyalja az egész ügyet, megvizsgálja a bizonyítékokat, meghallgatja a vádottat, stb. Stb. A maga útján megy az eljárás. Egy nagyon fontos előnye van a vádlottak számára is ennek az eljárásnak, hogy itt maximum a legsúlyosabb, amit ki lehet szabni, az a felfüggesztett szabadságvesztés. Tehát amikor egy vádlott azt hallja, hogy azt olvassa, hogy az ügyészség tárgyalás mellőzésével kívánja vele szemben befejezni az eljárást, akkor már tudja, hogy börtönbe nem fog kerülni. Az első hullámban, ha jól tudom, akkor önöknél egyetlen egy dolgozó sem kapta el a koronavírust. Ez így van. Úgyhogy ez nem is hátráltathatta az önök munkáját, de minek köszönhető mindez egyébként? Az ügyészség folyamatosan végezte a munkáját az első és a második hullám során egyaránt. Az első hullám
Ban is, nyilván azokat az intézkedéseket, amiket a kormány, illetve az országgyűlés meghozott, azt betartották az ügyészek is. De hát nyilván ez az utcai közösségi kapcsolattartása vonatkozott az ügyészségen belül. Maszkokat vásárolt a vezetés, gumikesztyüket, fertőtlenítőszereket, és az otthoni munkavégzés feltételeit teremtették meg. Ez ekkor még tavasszal, 2020 tavaszán az úgynevezett offline munkavégzés jelentette. Magyarul a laptopokra feltöltötték az ügyészek a munkahelyen az anyagot, az iratokat, és hazavitték, feldolgozták, aztán visszahozták, és bent valaki lediktált egy leíró. Őszre ez megváltozott. Újabb gépeket vásároltak, olyan laptopokat és olyan számítástechnikai eszközöket, hogy most már online módon otthonról tudnak az ügyészek dolgozni. Elektronikus iratkezelés van az ügyészségen, ez azt jelenti, hogy most már nincs arra szükség, hogy a rendőrség több ezer oldalnyi iratot kinyomtasson és küldjön meg az ügyészségnek. Elektronikus úton, interneten keresztül érkeznek a nyomozatiratok, ezeket otthon is lehet tanulmányozni, természetesen a biztonság maximális betartása mellett, tehát itt azért nem történhet olyan, hogy bárkinek a személyes adatai, vagy bűncselekményre vonatkozó adatok illetéktelen kezekbe kerüljenek. Hát akkor e tekintetben is felgyorsult a digitalizáció. Beszéljünk arról, hogy mik voltak a jellemző bűncselekmények a Covid ideje alatt, esetleg módosultak-e az arányok, mik a legjellemzőbbek egyébként is. A 2020-as évben elszaporodtak a kábítószer dílerek, tehát a kábítószer kereskedők elleni eljárások, míg előző évben 141 néhány ilyen ügy volt, ez 179-re emelkedett 2020-ban. Ez azt jelenti sajnos, hogy a kábítószer fogyasztása is nő a megyében ezzel összefüggésben, hiszen ha vannak dílerek, akik ebbe belevágnak ebbe az üzletbe, és vállalják az óriási felelősséget, kockázatot, ami ezzel jár, hiszen ha már jelentős mennyiségre követi a valaki a kábítószer kereskedelmet, azért életfogytig tartó szabadságvesztés is kiszabható. Ennek ellenére sajnos egyre többen bevállalják ezt a kockázatot. Ez a kábítószer, ha lehet így mondani szakmai szemmel, ami a megyében forgalomba kerül, még mindig az enyhébb drogok közé tartozik. Tehát ebben a megyében morfiumot, kokaint nem fogyasztanak az emberek, és nem is kereskednek ilyennel. Elsősorban marihuánával és amfetaminnal kereskednek, amit amennyiben tudnak, akkor Nyugat-Európából hoznak be a dílerek, vagy pedig Budapestről kerül le a megyébe. Más egyéb bűncselekmény visszaszorult-e? A lopások száma például nem nőtt, ez örvendetes. Az ittas vezetések száma is valamelyest csökkent. Egy évben a megyénkben olyan 600 körüli az ittas vezetések száma, ez 600 alá ment valamennyivel. Viszont a közlekedési balesetek, közúti baleset gondatlan okozásának vétség, hogy az ügyészek mondják, ez jelentősen megugrott. Tehát ez összefügghet azzal, hogy sokkal többen használják a gépkocsijukat, hiszen ingyen lehet parkolni, a tömegközlekedést kevesebben veszik igénybe, ez baleseteket is von maga után. Kik szeretném emelni azt is, hogy a határon elkövetett bűncselekmények száma csökkent. Így az Ukrajna felől érkező illegális dohánytermékek, az ezekkel kapcsolatos bűncselekmények száma az jelentősen csökkent. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Ennyi volt már a 35 perc című műsorunk, tartsanak velünk szerdán is, hogyha tehetik, amikor foglalkozunk a nyíregyházi szakképzéssel, a görögkatolikus egyház beruházásában épülő bölcsődékkel, és az adásból kiderül az is, mi magyarok hogy állunk a kommunális hulladék termelés terén. Viszontlátásra!